19 után az Európai Parlament rájött arra, hogy neki nem Orbán Viktorra kell, annak is úgy sincs sok értelme nyomást gyakorolni, hanem az Európai Bizottságra és a Tanácsra próbálta az ösztüzet zúdítani, és mint látjuk, ez elég jól működött is. Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk Orbán Viktor és az Európai Parlament csatái 2010 óta. Lassan befejezi aktuális mandátumát az Európai Parlament, a június 9-i választások után egy új képviselőtestület áll össze, azért valószínűleg sok ismerős névvel. Podcast sorozatunk mai epizódjában a magyar kormányfő és az Európai Parlament nézeteltéréseiről beszélünk. A konfliktus a pénz felhasználása miatt indult és a pénzcsap elzárásával zárult, az EU-tól kapott források felhasználása körül felmerült korrupciós gyanút először 2013-ban fogalmazta meg formálisan az úgynevezett Tavares jelentés, de már abban is felbukkannak a jogállamiság csorbítása miatti kritikák, és maga a jelentés emiatt a hetes cikkely szerinti eljárás megindításával fenyeget. Ilyen jellegű kritika korábban nem volt az EU tagállamai ilyen kritika, között. Nem volt olyan kritika, amit a jogállamiság rendszer szintű leépítését pedzegette volna. Szorványos kritikák voltak, és valóban a Tavares jelentésnek az egyik szerintem legfontosabb megállapítása, egy következtetése az volt, hogy hát álljon meg a menet, Magyarországon összeáll egy mozaik, és a mozaikból összeáll, hogy rendszer szintű problémák vannak. 2013-at írunk, és akkor a Tavares jelentés még nem juthatott el odáig, hogy azt mondja egyértelműen, hogy akkor a 7. cikk szerinti eljárás végén meg kell vonni Magyarországnak a szavazati jogát, de már ezt pedzegette, azt pedzegette, hogy az Európai Unió szinten létre kell hozni egy olyan mechanizmust, ami az ilyen és hasonló kérdéseket, tehát a rendszer szintű demokrácia hiányosságokat orvosolni tudja. Tehát a Tavares jelentés, én úgy gondolom, hogy az első nagyon fontos lépcső volt, még hogyha ezt akkoriban tulajdonképpen le is söpörték az asztalról, de az Európai Unióban egyetlen dokumentum sincs hiába, hiszen később referenciaként, hivatkozásként szolgálhat, és mint láttuk a későbbiekben, a Tavares jelentésnek volt egy utóélete, jóval azután is, hogy az illető portugál baloldali politikus már réges-régen elhagyta az Európai Parlamentet. Az Orbán kormány már túl volt az alkotmány teljes átalakításán, amikor ez a jelentés elkészült, akkor már az Alkotmánybíróság jogköreinek csorbítását is szóvá tehette a jelentés, de szerepel benne a magánnyugdíj vagyonnak az államosítása, vagy a bírók nyugdíjazásáról szóló kifogások. Orbán Viktor azt válaszolta a jelentésre, hogy az valamilyen fajta büntetés azért, mert a magyar konzervatívok, a bankok és a nagy profitot felhalmozó közműszolgáltatók megadóztatásáról döntöttek. Azaz már itt is látszik, hogy a Magyarországról szóló vitában volt egy jogi jogállami rész, és volt egy olyan rész, amikor mindig az Európai Parlamenten vagy az Európai Unión belüli politikai érdekekről szóltak. A kettő között sokszor az összefüggések fedezhetők fel, tehát nem lehet a kettőt így élesen elválasztani egymástól. Érdemes megnézni itt a jelentéstevőnek a hátterét is. Ugye egy portugálról van szó, tehát nem a legnagyobb befektető Magyarországon. Ráadásul egy portugál baloldali politikus, annyira baloldali, hogy ugye szélső baloldali politikus, kvázi kommunista politikusról van szó, és hogyha egy baloldali politikusnak azt mondják, hogy a bankokat meg kell különadókkal kell sújtatni, akkor általában 10 szélső baloldali politikus közül 9 tapsviharban tör ki. Tehát 2013-ban jelent meg a Tavares jelentés, 2014-ben európai parlamenti választások voltak, akkor egy teljesen új képviselőtestületnek, ennek az új európai parlamentnek kellett szembenéznie, 2015-ben a menekült válsággal, amelynek a kezelésében az Orbán kormány az Európai Unió, az Európai Parlament határozataival is szembefordult. A migráció kérdése az egy kicsit ilóg azért egy picit a sorból. Azt látjuk azért, hogy a 2015-ben az Orbán kormány által képviselt számos dolog most gyakorlatilag polgárjogra emelkedett az Európai Unión belül. Az tény is való, hogy mindez kiváltott egy politikai krízist, mégpedig úgy, hogy
válságintézkedéseket akart hozni az Európai Unió, amelynek része volt a kötelező menekült kvóta is, egy menekült kvótára volt szó, konkrétan a konkrét problémára, aminek során Magyarország számára 1230 valahány fős keretet hirdettek meg. Magyarország, és nem csak Magyarország, megmakacsolta magát. Ennek ellenére ezt a válságkezelési mechanizmust átvitték minősített többséggel. Később sokan belátták, hogy ez egy hiba volt. És ilyen értelemben végül is a kötelező menekült kvótát végső soron, és ezt most látjuk a migrációs paktumban, ejtették. Tehát én azt mondom igazából, hogy két dolog volt. Magyarország abban a szempontból a magyar kormány egy úttörő szerepet játszott, hogy az illegális migráció veszélyeire, arra, hogyha úgy jönnek be tömegével emberek a Magyarországra és az Európai Unió területére, hogy azt se tudjuk, hogy kikről van szó, erre felhívta a figyelmet, még hogyha egy radikális lépéssel is. Másfelől viszont kezdettől fogva kimutatta azt, hogy ő nem kíván részt venni semmiféle Európai Uniós, majdnem semmiféle. Szolidaritásban, így van. Ahogy említettem, 2014-ben fölállt egy új parlament. Volt-e valamilyen különbség az Orbán kormány visel dolgaihoz való hozzáállásban a 2009 és 14 között, és 14 és 19 között? Ahogy Magyarországon, párhuzamosan azzal, ahogy Magyarországon is mélyült a demokratikus válság, ez generálta az Európai Uniós válaszokat is, illetve generálta már az Európai Parlamentnek a radikalizálódását is, a balliberális, és egyébként az Európai Néppártban is elkezdődött már egyfajta elmozdulás. Mindez kulminálódott 2018. szeptemberében, amikor az Európai Parlament élve azzal a lehetőséggel, amit a Lisszaboni szerződés, ez 2009-ben lépett életbe, az Európai Parlament kezdeményezte Magyarországgal szemben, egy kétharmados többség egyébként az Európai Parlamentben magára vette ezt a missziót, hogy ő lesz a legfontosabb védelmezője az Európai Unió alapértékeinek, amelyek az Európai Unió alapszerződésének a második cikkében vannak foglalva. A Sargentini jelentésről beszélünk a 2018-as év kapcsán, és amennyire emlékszem, a Sargentini jelentést már a Fidesznek a pártcsaládja, az Európai Néppárt is többségében megszavazta, tehát a néppárti képviselők többsége is jogosnak látta a Sargentini jelentés állításait. Ez volt azt hiszem az a pont, ami elvezetett végső soron a Fidesz kiválásához. Ez volt az első eset, amikor az Európai Néppárt látványosan egy tagpártját ignorálta. Nyilván mögötte benne van az is, hogy a német oldalon is a Merkel kancellár és a német kormányzat, amely addig azt a politikát hirdette meg, hogy úgy tudunk a legnagyobb hatással lenni Orbán Viktorra, hogyha bent tartjuk. Ez látványosan csődöt mondott egyébként, hiszen semmi sem akadályozta meg, sőt felbátorította a magyar vezetőt abban, hogy az általa 2010-ben elkezdett utat folytassa. És azt se felejtsük el, hogy 2018 májusában az Európai Bizottság javaslatot tett a következő 7 éves keretköltségvetés kereteire, és ezen belül, ezzel a csomaggal együtt előterjesztettek egy olyan eszközt, ami az Európai Unió történetében először kezelést ad rendszer szintű jogállamisági problémára, ami összefüggésben áll az Európai Unió költségvetésének a pénzügyi érdekeivel. Ugye a jogállami feltételrendszerről, vagy kondicionalitási rendszerről van szó, amelyel, mint kiderült későbbiek során, elfogadása után, ennek elfogadásában az Európai Parlament, és ha úgy tetszik, megerősítésében nagyon fontos szerepet játszott, ez már ugye a következő Európai Parlamentre hárul, 19 és a 24 közöttire, és nem véletlenül, hogy az Európai Parlament, és itt látok egy változást is, ettől kezdve nem csak emelte a tétet, emelte a szintet is. 14 és 19 között, meg előtte levő időszakban gyakran egy meddő vitába torkollott az Európai Parlament, megpróbálta ráncba szedni Orbán Viktort, elhívták Strasbourgba, ő tartott egy beszédet, és gyakorlatilag a süketek párbeszéde. Orbán Viktor ebből jól jött ki mindig otthon, mikor az Európai Parlament is elmondta a saját, és nem igazából léptek előre. 19 után az Európai Parlament rájött arra, hogy neki nem Orbán Viktorra kell, annak is úgy sincs sok értelme nyomást gyakorolni, hanem fölhasználva azt a lehetőséget, hogy immár egyre több jogállamisággal foglalkozó keret, jogi keret is a rendelkezésre áll, az Európai Bizottságra és a Tanácsra próbálta az ösztüzet zúdítani, és ezeket sarokba szorítani, és mint látjuk, ez elég jól működött is. Ugye eljutottunk az Európai Uniós források befogyasztásához 2022-ben, tehát valóban működött. Valószínűleg ezt az elmérgesedő helyzetet már jól mutatja az a 2019-es plakátkampány itthon, amikor egy néppárti politikus Jean-Claude Juncker tettek Soros György mellé. Ez a pénzek befogyasztása, amit említettél, példanélküli volt az Európai Unióban, ez az eszköz. A rendszer szintű jogállami problémákra van már egy eszköz az Európai Uniónak, ez a 7. cikk szerinti eljárás. Ez azonban a gyakorlatban szinte lefolytathatatlan, hiszen egy ponton tulajdonképpen szembe kerül
az egész Európai Unió egy vagy két tagállamának a vétójával. Ebben volt szövetségese Orbán Viktornak, egy időben Lengyelország. Lengyel kormány ebben, és oda-vissza alapon működ a dolog. Tehát ezzel szembe kellett nézni igazából a tanácsnak. Egyszerre volt egy fellépés részben magyar rendszer szintű jogállami kihívással szemben, és hogy ez ne terjedjen tovább. Másfelől pedig a nettó befizető országoknak azon jogos kívánságával, hogy ők elég sok pénzt fizetnek az Európai Uniós közös költségvetésébe, joggal várják el azt, hogy az Európai Uniós intézmények gondoskodjanak arról, hogy ezek a pénzek ne jussanak illetéktelen kezekbe, és leginkább, és legfőképpen ne használják egyenesen arra, hogy lebontják a demokratikus intézményrendszert egy országban. Visszatekintünk erre a nagyjából 15 éves folyamatra, ami három európai parlamenti cikluson átível, akkor azt mondhatjuk, hogy az Európai Parlament egyre inkább számonkérőbb lett az Orbán kormánnyal szemben, megtalálták a módját arra, hogy hogyan tudjanak nyomást gyakorolni a magyar kormányra. A konfliktus gyakorlatilag áttették az Európai Parlament kontra Orbán Viktor síkról, az Európai Parlament kontra Európai Bizottság síkra, hiszen a bizottságtól várták el, hogy valamilyen szinten megregulázza a magyar kormányt, és hogyha ebben rosszul teljesített, akkor az Európai Unió a bizottságot bírálta. És ezzel párhuzamosan zajlott az a folyamat, hogy szövetségesek nélkül maradt a magyar kormány, vagyis a kormánypárt, hiszen a képviselők elvesztették az Európai Néppárt tagságát, az Európai Néppárt támogatását, és hát azóta sem találtak újabb szövetségest. Mit tartogat a jövő? Most egy újabb parlamenti választás előtt állunk. Hol tartunk a hetes cikk szerinti eljárásban? Mire számíthatunk a következő évben? A hetedik cikk szerinti eljárás látványosan leállt, és nem sok jele van annak, hogy ezt a tetszhalotti állapotából föl tudják támasztani. Egyszerűen az, hogy tagállamoknak kell tagállamokat megfegyelmezni, ez valahogy nem működik. Mindenki gondol magára is, a jövőjére is gondol természetesen. Túl sok érdek ütközik. Túl sok érdek ütközik, ugye, és az is egy probléma igazából, hogy fél évente változnak az elnökségek, mindegyik újra kezdi. A többi eszköznél viszont ugye elég gyorsan, még látványos, mondjuk így, eredményeket sikerült elérni. Annál is inkább egyébként, hogy ha megnézzük Orbán Viktor viszonyát az Európai Parlamenthez, az is változott. Nem is olyan régen még Orbán Viktor tulajdonképpen sóval is behintette volna az Európai Parlament helyét, ugye felszántotta volna, és azt mondta, hogy erre nincs szükség. Most meg arról beszél, hogy át kell venni a hatalmat Strasbourgban és Brüsszelben. Ugye Brüsszelt emlegeti, de hát ugye Brüsszelben működik az Európai Parlament, meg Strasbourgban is. Ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy elfogadta azt, hogy az Európai Parlamentet megszüntetni nyilván nem állt volna a hatalmában, de akkor megpróbálja átvenni a hatalmat, megpróbál egy olyan koalícióba, és akkor ez válasz a kérdésedre, olyan koalícióba betagozódni, vagy pedig olyan eredményt elérni az európai választásokon, amelyek megváltoztatják azt az erőviszonyt az Európai Parlamenten belül, amely erőviszony következtében az Európai Parlament kétharmados többség birtokában az elmúlt 5 évben sakban tudta tartani, közvetve vagy közvetlenül a magyar kormány. Orbán Viktornak a legfontosabb kezdetektől fogva, szerintem 2010-től kezdetektől fogva a legfontosabb törekvése az volt, hogy az Európai Uniót megpróbálja kivonni abból, ami Magyarországon történik. Tehát, hogy minél kisebb befolyást, minél kevesebb beavatkozási lehetőséget biztosítani az Európai Unió számára. Ez kezdetben sikeres is volt, és idő kellett, mire ez a dolog megváltozott. Ahogy megváltozzon, az kellett hozzá mindenek előtt, hogy az Orbán fenyegetés, Orbán féle fenyegetés egy európai fenyegetéssé konvertálódjon. Ma már nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon lehet lokalizálni azt, ami Magyarországon történik. Egyébként ez kezdetől fogva is elég nyilvánvaló volt. Vannak olyan országok, amelyek figyeltek az orbáni példára, és nem csak Szlovákiáról beszélek, elég Görögország a sajtóviszonyokat megnézi Görögországban, de Spanyolországban is, hogy milyen módszereket alkalmazni. Néha ott történetesen a szocialista kormány, tehát sokan bátorítást merítettek ebből, hogyha nem is rendszer szintűen támadnak a demokráciára, de helyenként gyengítik a demokratikus intézményrendszert, és a különböző független intézményeknek a demokratikus ellenőrző szerepét. És ez azt hiszem egy olyan dolog, ami az egész Európai Unió számára alapvető egzisztenciális kérdés. Tudni, ez az a massza, ez az a git, ami összetartja az Európai Unió, nem is gitegyletről van szó, de ez, ami összetartja az Európai Uniót, az, hogy az értékei közösek. És ezek az értékei teljesen eltérnek egyébként Oroszországétól, Törökországétól, és lehetne még folytatni az autokráciákat, ezért demokrácia az Európai Unió, ami Magyarországon történik, az egész Európai Unió számára relevanciával bír, hiszen nem mindegy az, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlenül működik, német állampolgárok, osztrák állampolgárok és vállalatok működnek Magyarországon, nekik ugyanúgy biztosítani kell a jogot, mint ahogy
mondjuk az kijár mondjuk egy adott országban egy nagy vállalkozó számára is. Ha egy külön utat is választ egy tagállam, akkor attól még a piac része marad. A piac többsége, vagy a többi tagállam pedig ezért jogosan várna el valamilyen teljesítményt vagy betagozódást. 20 éve volt a magyar csatlakozás, ez egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy az egész Európai Unió egy politikai projekt. Ennek ellenére igazából azok az eszközök, amelyek moderáló hatást, ellenőrző kontrollhatást tudnak kiváltani, azok a gazdasági piaci téren állnak az Európai Unió rendelkezésére. Mondom sem kell, hogy versenypolitikában az Európai Unió mennyire erős, vagy pedig a kereskedelem politikában is elvesztettük ezt a fajta szuverenitásunkat. Tehát az az érdekes, hogy alapvetően az Európai Unió normatív hatását a piacon keresztül fejti ki, kevésbé a politikai eszközökön keresztül. Ahhoz, hogy a politikai eszközök azok léteznek, amikor egy ország csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor nagyon keményen számon kérik a politikai intézményrendszerekben meglévő hézagokat, problémákat, de ahogy valaki az Európai Unió tagjává válik, ez a politikai kényszerítő eszközöknek a hatása gyakorlatilag lineárisan gyengül, és az utóbbi években szerintem azt vettek észre sokan, hogy ezek így viszont ennek a hiánya, ennek a gyengesége visszamenőleges hatája rombolja a piacot is, a piaci korrekciós mechanizmusokat is. És akkor egy jó kérdés igazából, hogy most a piacon keresztül fejti ki a négy alapszabadságon, fejti ki a hatását Magyarországra is, sok esetben az Európai Unió, már nem csak úgy, de azt is látni kell, hogy nagyon érdekes, hogy sok olyan jogállami problémát, amit a Orbán kormány tevékenysége felvetett, piaci oldalról orvosolt az Európai Unió, amikor a bíráknak a nyugdíjazása, a korai nyugdíjazása szóba került, akkor nem azon az alapon támadták meg az Európai Bizottság a magyar jogszabályt, nem azon az alapon, hogy itt kérem szépen, itt az igazságszolgáltatás függetlensége kerül veszélybe, hanem azon az alapon, hogy a bírákat a koruk alapján diszkriminálta a rendszer. És ahogy telik múlik az idő, egyre inkább létrejönnek azok a mechanizmusok, amelyek megpróbálják ezt most már politikai szinten is kezelni, és nem csak feltétlenül a belső piac oldaláról közelítik meg a kérdést, miközben a belső piaci oldaláról továbbra is fennáll majd ez a nyomás. Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!